kiállítást, amely a Hatvani Galéria és a gimnázium együttműködésének eredményeképpen jött létre. December 3-án a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napján nyitotta meg a művész jó barátja, Mátyási Gábor, aki nem csak az alkotó munkásságát méltatta, de tárlatvezetést is tartott. Tehát, hogyha a stílusokat is ismered, akkor azt mondod, hogy van olyan stílus, hogy fotorealizmus. Az eseményen a diákok azt is megnézhették, miként dolgozik Cibolya Erzsébet szájában az ecsettel. A gyerekek pedig ámulva vették körül a művészt, csodálták a technikáját, munkásságát. Nagyon megindító előadás volt és tárlatvezetés, úgy gondolom. Igazán megérintő és példamutató, és tényleg hihetetlen volt ez az előadás. Egyszerűen, tehát kézzel nem tudnék ilyen festményeket varázsolni, amit ő szájjal csinálni, és hihetetlen, komolyan, nagyon-nagyon jó volt. A művésznő elmondta, a belső fény, a mosoly, az optimizmus segíti őt a mindennapokban. A kiállítás pedig erőt, bátorítást adhat a diákoknak. Szerintem ez is egy olyan tapasztalat, mint bármi más, amerre mennek, és esetleg kapnak valami útravalót, hogy érdemes küzdeni, az biztos, mert ez a feladatunk, tehát az ember használja a fejét, és feladatokat pedig meg kell találni, mert különben nagyon unalmas lenne az élet. Cibolya Erzsébet alkotásai januárig lesznek a Bajza Galériában.